Magyarország méznagyhatalomnak számít, hiszen Európában itt van a második legnagyobb méhsűrűség, belföldön mintegy 20 ezer méhészet, 1,2 millió méhcsaláddal gazdálkodik. Ugyanakkor sajnálatos tény, hogy mézfogyasztásban nem szerepel hazánk az élen, bár az utóbbi években az éves szinten egy főre jutó fogyasztás sikerült 30-40 dekagram per főről 70-80 dekagram per fő mennyiségre emelni. A legtöbb európai országban ennek kétszeresét fogyasztják az emberek. A Bekecsi, II. Rákóczi Ferenc Informatikai és Matematikai Általános Iskola is csatlakozott az Európai Mézes Reggeli Programhoz. A diákokat Volcné Simka Marianna igazgató köszöntötte, majd a község polgármestere Bodnár László ismertette meg a gyerekekkel a leggyakoribb hazai mézfajtákat. Az is elhangzott, hogy a méhek munkája jelentősen hozzájárul a környezetvédelemhez. Itt a célunk kettős lenne. Elsődlegesen az, hogy minél egészségesebb élelmiszerekhez jussanak a gyermekek, és ezeket minél inkább megkedveljék. A méz az egyik legegészségesebb és leginkább tápláló élelemforrásunk. Ugyanakkor a másik oldal az, hogy azt is meg kell ismerjük az élelmiszer mellett, hogy kiállítja elő a méhek. A társadalomban még mindig sok a közhiedelem, esetlegesen az ellenszem ezekkel a kicsi rovarokkal szemben, már pedig nagy szükség van rájuk. Ha ők nem lennének, a méz mellett a beporzása lenne, és akkor bizony gyümölcsöt se kaphatnának a gyermekek. Kevesen tudják az országon belül is, hogy mi méz nagy hatalomnak számítunk. Ez azt jelenti, hogy a lakosság számunkra levetítve nagyon jó helyezést érünk el a világranglistán a termelt méz mennyiségét illetően. És itt nem csak mennyiségről beszélhetünk, hanem minőségről is. A magyar méz kitűnő minőségű méz. Ezért elsődlegesen azt ajánlom mindenkinek, hogyha a boltok polcait keresi, olyan mézet válasszon, amiben csak Magyarországról származik, magyar méhész állította elő. Sokan nem is gondolnák, hogy a természetes antibiotikumnak tartott méz 1 kg-áért a méheknek nagyjából 4 millió virágot kell meglátogatniuk, mi alatt közel 170 ezer kilométert repülnek. Az élelmiszeripar 76%-a és a zöldség-gyümölcs termesztés 84%-a függ a méhek beporzásától, nélkülük ugyanis a föld ökoszisztémája összeomlana. Van egy kicsi méhészetünk, ami azért nem olyan egyszerű történet, hisz a méhészet szakmunka. Erre az emberek jelentős része egyszerűen nem alkalmas, mint ahogy utaltam is rá, sok a hiedelem, meg a félelem a méhekkel szemben. Hisz ők is védik a kis kaptárukat, az életterüket, megszúrják az embereket. Az emberek egy része ráadásul allergiás is a mészúrásra, így kiemelten nehéz erre az megfelelő szakembert találnunk, de hála Istennek van egy nagyon szép kis méhészetünk, amiből mézet termelünk, amit természetesen az önkormányzat a lakosság rendelkezésre bocsájt aképpen, hogy beviszik a közétkeztetésbe, és illetve rendezvényeinken szoktuk a lakosságot kóstoltatni, illetve természetesen megfelelő körmények között nekik kiosztani. Ezáltal is az embereket arra ösztönözzük, hogy magyar mézet fogyasszanak, jó minőségű mézet fogyasszanak, és megismerjék a méhek világát. A kezdeményezés célja a méhek és az egészséges életmód népszerűsítése, a helyben termelt élelmiszerek megismertetése volt. A szervezők ezzel az akcióval próbálták meg felhívni a tanulók figyelmét a reggeli fontosságára és az egészséges táplálkozásra, mivel a rossz étkezési szokások gyakran már gyermekkorban kialakulnak. Az előadás után a diákok az önkormányzati méhészetben készült mézet vajas kenyérrel jó ízűen fogyasztották el.